Kerülj flowba a Business Flow-val címmel tartottak egy egész napos konferenciát Győrben, a Famulus Hotelben. A program célja, hogy bemutassák a Business Flow üzleti klub működését és lehetőségeit a vállalkozók vagy a vállalkozni vágyók részére. Elsősorban tudásmegosztás, emellett kapcsolatépítés szabályozott, moderált keretek között, és egy nagyon jó hangulatú találkozó. Rengeteg támogatóval, kiállítóval, ismerőssel, baráttal. Szóval a kapcsolatépítésnek ez az a módja, amit úgy gondolunk, hogy a jövőben ez lesz a leghatékonyabb módja az üzleti kapcsolatépítésnek. Azoknak a vállalkozóknak szólt ez a program, akik megpróbálják bővíteni az üzleti kapcsolataikat, és megismertetnék vállalkozásuk tevékenységét. Segítségükre volt több előadó is a konferencián. Remélem, nem is üzenni fogok nekik, hanem együttműködni velük, és egy kicsit közelebb hozom őket ahhoz, hogy hogyan teremtsenek kapcsolatokat a személyes márkájuk kitalálása után a közegben, ami bejöttek. Most tegyék fel a kezét az, aki nem. Most azt mondja, hogy mindenki felteszi a kezét. Jó, tehát ez az interaktivitás próbáljuk segíteni. Olyan emberekhez szeretnék szólni, akiknek fontos az, hogy magabiztosan, felkészülten, profin tudjanak kommunikálni, mert cégvezetők, vállalkozók, vagy épp olyan munkakörben dolgoznak, ahol emberekkel kell beszélgetniük nap, mint nap. És miért fontos ez? Azért, mert hogyha azt meg tudjuk tenni magabiztosan, akkor nem csak a saját márkánkat tudjuk eredményesen építeni, hanem a cég márkáját is, amit mi képviselünk. A több mint 100 érdeklődőt vonzó eseményre jótékony céllal települt ki a Lurko Alapítvány, náluk nyakkendőt lehetett vásárolni úgy, hogy egy becsületkasszába kellett fizetni a rászánt összeget.